Szervusztok, köszöntök mindenkit a Magyar Vitorlás Szövetség 2021-es webinár sorozatján, előadás sorozatán. Ezúttal a versenyszabályokban bekövetkezett változásokról lesz szó. Új szabálykönyvet adtak ki, ami 2021-től 2024-ig a következő olimpiáig van érvényben. A változások két részre oszthatók. Egyrészt a versenybírók aspektusából nézzük meg, másrészt pedig a versenyrendezők aspektusából. Köszöntöm az előadóinkat is. A versenybírói aspektusból Böröc Bence, a verseny tisztségviselői bizottságának elnöke fogja ismertetni és magyarázni a változásokat. A versenyrendezői szempontból pedig Farkas Péter, a verseny tisztségviselői bizottságának tagja világítja meg a változásokat. A előadások során lehet kérdéseket feltenni a hallottakkal kapcsolatban. Én arra biztatnék mindenkit, hogy bátran kérdezzetek, az előadások végén fennmaradó időben megpróbáljuk legjobb tudásunk szerint, vagyis hát az előadós legjobb tudása szerint megválaszolni a feltett kérdéseket. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a részvételt. Köszönöm Egernek a felvezetést. Üdvözöllek benneteket ezen a webinár alkalmon, ahol, ahogy Beréb is mondta, új versenyszabályokkal kezdtük el az idei évet. Így ennek apropója az, hogy ezeket be is mutassuk nektek, hogy minél többet tudjatok hasznosítani belőlük a szezonban. Ahogy Eger mondta, a versenybírói és aztán a versenyrendezői aspektust fogjuk bemutatni, de nyilván ezt olyan szempontból, ahogy ez egyébként a versenyzői tevékenységben is igazán hasznos tud lenni számotokra. Egy kicsit távolról indulva a mai napon bemutatkozással engedjétek meg, hogy kezdjem a bemutatómat. A vitorlás versenyek színvonalas lebonyolításához különféle szakemberek szükségesek. Őket általában három, vagy akár még több szakágba tudjuk csoportosítani. Vannak felmérő szakemberek, akik a versenyeken a felszerelés ellenőrzést és a versenyhez kapcsolódó felmérést végzik el. Őket csoportosítja a technikai bizottság. Találkozunk versenybírókkal, akik döntéshozatalokat hajtanak végre, konfliktusokat oldanak fel azért, hogy a sportszerűséget biztosítsák, őket tömöríti az óvási bizottság, és a versenyrendezők pedig azok a szakemberek, akik a futamok levezetését és a pontszámítást végzik el egy-egy versenyen, ők pedig a versenyrendezőség tagjait alkotják. Végül is teljesen mindegy, hogy ki milyen szakágban működik közre egy versenyen. Ez egy nagy csapat azért, hogy a versenyzők számára a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani. Úgyhogy ilyen módon a szolgáltatás szemlélet az, amit szeretünk átadni ezeknek a szakembereknek, akiknek főleg az oktatásával, minősítésével foglalkozik a bizottságunk. A tisztségviselői program a Magyar Vitorlás Szövetségben az egyfelől a World Sailing elvárása is, hogy üzemelnie kell, másfelől pedig a szervezetnek az alapszabály szerinti kötelezettsége. Ezt a programot úgy valósítja meg a szövetség, hogy a versenyek tisztségviselőinek bizottsága, mint szakértő testület, és a titkárságon működő adminisztratív támogatás dolgozik együtt, és így próbáljuk meg kiszolgálni azt a hármas egységet, akiket mi vevőknek tekintünk, úgy, mint a versenyzők, akik általában ugye osztályokba tömörödnek, a tagszervezetek, akik versenyeket szeretnének szervezni, és maguk a tisztségviselők, akik pedig a versenyek lebonyolításában közreműködnek. A Vitorlás Szövetségnek a tisztségviselői programja különböző szolgáltatásokból áll, ilyen szolgáltatás például a versenyszabályoknak a magyar nyelvre fordítása,